A Gyulai Városi Bírósághoz fordul az LMP, hogy megtudja, milyen közmunkaszerződéseket kötött a Békés megyei Puszta Otlaka polgármestere az önkormányzattal. Korábban felvetődött, hogy a közmunka során a fideszes polgármester földjeit művelik. A párt kérte, juttassák el hozzájuk az önkormányzat bankszámla kivonatát, de ezt többszöri kérésre sem tették meg, mivel szerintük ez nem minősül közérdekű adatnak. Szél Bernadett a vendégünk, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Még semmi? Tehát én májusban beszéltünk utoljára erről az esetről, akkor, amikor ugye, forgatottként beszélt olyan emberekkel, akik áldatlan körülmények között dolgoztak, és hát akkor megszólítatott a polgármester, ő tartott is sajtótájékoztatót, küldött önnek valamiféle iratokat. Én azt hittem, hogy itt már minden tiszta. Egyáltalán nem. Igazából a mai napig nem sikerült megtudnunk, hogy Simonka György polgármester úr milyen módon vesz részt a közmunkaprogramban. Ugye az történt, hogy amikor én látogatást tettem a Puszta Otlakai önkormányzatnál, akkor a nyilvánosság hatására kaptam bizonyos adatokat. Ennek kapcsán viszont közérdekű adatkéréssel fordultam az önkormányzathoz, mert úgy láttam, hogy továbbra sem tiszta, hogy a pályázati anyag szerint Simonka György termőhelyet biztosít és szaktanácsot ad. Igen, tehát az volt, hogy a termőhely biztosító fél. Viszont ő azt állítja, hogy közvetlen módon nem vesz részt a programban. Mi az, hogy termőhely biztosító fél? Tehát ezek szerint van termőhelye. Azt mondanám, hogy a termőföld mondjuk, nem? Lefordíthatjuk erre. Tehát akkor az az övé, azt ő biztosítja, tehát akkor az ő földjén dolgoznak, nem? Ugye itt van egy kurszó, hogy közvetlenül vagy közvetetten, és én pontosan ezt szeretném megtudni, hogy Simonka György, mint magánszemély, milyen módon kötött szerződést Simonka György által vezetett önkormányzattal, tehát konkrétan ez az együttműködés milyen alapokon nyugszik. Ez egy nagyon fontos kérdés, és pontosan ezért következett a második közérdekű adatkérés, mert az elsőre én úgy fogalmaztam annó, hogy a polgármester úr hozott is, meg nem is, mert bizonyos kérdésekre válaszol, tehát azt nem mondhatom, hogy teljesen megtagadta az adatközlést, viszont egyértelműen nem derült ki, hogy neki ebben milyen szerepe van. És akkor továbbra is egy újabb adatkéréssel feltettem a kérdést, hogy akkor pontosan milyen szerepe van a közmunkaprogram lebonyolításában, és ugye elkértem az összes bankszámla kivonatot az önkormányzat működéséről. Erre azt a választ kaptam. Igen, ő azt mondta, hogy ez nem az, de az ő által megfogalmazott indoklásból az derült ki, hogy az, és én továbbra is ragaszkodom hozzá, hogy adja át számunkra a bankszámlákat, bent a bankszámla kivonatot. Tehát arra kíváncsi nyilván, hogy a Simonka György által vezetett önkormányzat utalt-e valamilyen jogcímen Simonka György magánszemélynek, vagy pontosabban termőhely biztosító félnek? Hát itt igazából szeretnénk tisztán látni az önkormányzatnak a közmunkaprogrammal kapcsolatos működését, és konkrétan a polgármesternek az ebben játszott szerepét, és úgy fogalmaztuk meg, hogy őneki és családtagjainak milyen szerepe van, hiszen az időközben azért kiderült, tehát itt csurrantak, csempentek az információk, hogy a családja, a felesége, stb. Valamilyen módon érdekelt, egyes hónapokon lehetett. Már miben értek? Hát épp ez az, hogy ezt szeretném pontosan megtudni, hogy hogyan kapcsolódnak ő, tehát ő és családja hogyan kapcsolódik ehhez a programhoz, illetve azok a szervezetek, amelyeket egyes honlapokon megnevezett, akkor azok milyen módon vesznek részt ebben. Tehát semmi nem tiszta. És épp ezért mondtuk azt, hogy most már újabb közérdekű adatkéréssel nem fogunk Simonka Györgyhöz, illetve a Puszta Otlakai önkormányzathoz fordulni, hiszen ezt már kétszer megtettük, hanem keresettel fordultunk a Gyulai Bírósághoz, mint a helyben illetékes bírósághoz, és azt reméljük, hogy most a bíróság nyomására a polgármester, illetve az önkormányzat át fogja adni azokat az adatokat, amiből végre egyértelműen kiderül, hogy ő és családja milyen módon vesz részt ebben a közmunkaprogramban. Itt van egy csavar, mert ugye a pályázati anyagban az van, hogy ő szaktanácsot a termőhelyet biztosít. Ő azt állítja, hogy közvetlenül ezt nem teszi, de akkor lássuk, hogy ez akkor hogyan működik közvetetten. Ez hogy? Tehát közvetetten hogy biztosít termőhelyet? Én ezt szeretném tőle megtudni, és ő erre nem válaszol hónapok óta. Tehát annyit válaszolt önnek, hogy én termőhelyet biztosítok. És ő azt válaszolta, hogy ő közvetlenül nem biztosít termőhelyet. Igen. Hát itt a további kérdés, hogy akkor itt most mi történik, mert vagy a pályázati anyagnak, tehát itt egy ellentmondás van, vagy a pályázati anyagnak nem felel meg ez a fajta szerepvállalás, vagy pedig ő biztosít termőhelyet, de akkor miért mondja azt, hogy nem biztosít közvetlenül? Akkor mondja meg, hogy hogyan. Tehát hogy itt kell közvetetten termőhelyet biztosítani? Hát létre lehet hozni bizonyos
családi vállalkozást, alapítványt. Sok minden útja, módja van ennek. Én ezt nem szeretném megelőlegezni. Tényleg őszinte kíváncsisággal várom azt, hogy itt most mi történt. Az a lényeg, hogy jogszerint átlátható legyen ennek a programnak a működése. Ez egy nagyon drága program. Tényleg arról van szó, hogy mind a benne lévő embereknek a méltóságára figyelni kell. Ugye ezzel kapcsolatban is a helyiek, az érintettek megfogalmaztak problémákat. A másik pedig az, hogy minden egyes forintnak, amit adóforintból erre költünk, átláthatóan kell, hogy elköltésre kerüljön. És ezért harcolunk, hogy akkor most ennek kapcsán ezt megismerjük végre, hogy mi is zajlik pontosan puszta ott lakán. Mi azt satszoltuk, hogy úgy körülbelül októberre várható egy elsőfokú eljárás, amiben tényleg optimisten tekintünk magunk elé, és tényleg azt reméljük, hogy a bíróság arra fogja kötelezni a polgármester urat, hogy végre adja ki azokat az adatokat, amit már hónapok óta igazából nem kapunk meg. Közben nézem, hogy mennyi lakos van puszta ott lakának. Igazából ez egy pusztótlak a gesztorálásával működő közmunkaprogram. Nem, ez most azért érdekes. Ebben három vesz részt. Hát akkor három terület. Most én kimondottam pusztótlakára fekvés a történet a népcsoportok című lejárás, hát minden, most nem bogarászom, hogy hány lakosa van, sejtem azért nem több tízezer. Azok, akik ott dolgoznak, akik ott élnek, akik ott dolgoznak, feltételezhetően ők is odavalósiak, és a közmunkában ott helyben vesznek részt. Hát csak tudják azt, hogy az a föld, amin dolgoznak, az most a polgármesteri, vagy nem? Hát ugye, amikor én ott voltam, mert ugye a történet úgy kezdődött, hogy én levelet írtam, aztán telefonáltam, és végül nem méltattak válaszra. Helyi civilek kértek adatokat, őket sem méltatták válaszra, és ezért személyesen is oda mentem, hogy akkor meggyőződjek arról, hogy itt pontosan mi történik. A Foglalkoztatási és Munkahogyi Bizottság tagjaként, parlamenti képviselőként úgy gondoltam, hogy teljesen kézenfekvő, hogy együtt kell működnünk ebben a kérdésben. És ott mindenki azt állította, ugye láthattuk is a rövid filmeken, hogy ez a Simonka földje. Gyakorlatilag ez egy nagyon súlyos vád a polgármester úr ellen, és azóta ő a mai napig hitelt érdeműen nem bizonyította be, hogy ez a vád, ez hamis, vagy nem állja meg a helyét. Hát azt mondta, hogy közvetlenül nem. Hát a földet. Igen, de mi ezzel nem érjük be. Nem érjük be. Ugye pontosan tudni akartuk azt is, hogy a terménnyel mi fog történni, azt is látni akartuk, hogy kap-e EU-s támogatásokat. Tehát elég alaposan sok kérdést feltettünk. Sok mindenre kaptunk nyelvtanilag nehezen értelmezhető választ, de itt alapvetően számunkra most a kérdés tényleg az, hogy ő és családja érintette ebben valamilyen módon, ha igen, akkor milyen módon, és ez hogy valósul meg. Hát majd a Gyulai Városi Bíróság úgyis reagál a kérésére, és akkor már tudjuk, hogy mit, aztán utána folytathatjuk újból a polgármester, mert folytathatja a polgármesterrel a levelezgetést, akkor milyen adatokat kér, már hivatkozva mondjuk a Gyulai Bíróságnak a döntésére. Na, az LMP házatájékával kapcsolatban van még egy érdekes hír, az ombudsman döntése, az imént, amikor azt mondta, hogy olyan volt ez az adat nyilván egy továbbítás, hogy hozott is ajándékot, meg nem is. Hát az ombudsman mai közleménye is kicsit így tűnik nekem, hogy hozott is ajándékot, meg nem is. Tehát egyrészt azt mondja, hogy a közgép elleni tiltakozáskor az LMP is hibázott, meg a rendőrség is hibázott. Most a szabálysértés az még mindig folyamatban van önökkel szemben, a szabálysértési eljárás? Ez megint egy ilyen rókafogta csuka, vagy csukafogta róka helyzet, ugyanis minket onnan arra hivatkozva távolítottak el, hogy szabálysértést követtünk el. Holott jelenleg a szabálysértés meg arról szól, hogy mi ellenszegültünk az úgymond az eltávolításnak. Tehát ennek az egész legkérdés, hogy mi a jogalapja, tehát hogy mégis miért vittek el minket onnan, és miért vittek be minket a fogdára, ez itt a kérdés. Hát igazából ennek úgy kellene zajlania, hogy mi, amikor ott ültünk, akkor kellett volna kaptunk egy jegyzői határozatot, egy úgynevezett birtokvédelmi határozatot. Ezt meg is kapták délután. A fogdán. Ezt a fogdán kaptuk meg, igen. És ezt ott a sorban meg kellett volna kapnunk, amely tartalmazza azt, hogy mi birtokvédelmi okok miatt nekünk el kell hagynunk a helyszínt. Mi erre mondhattuk volna azt, hogy maradunk, vagy mondhattuk volna azt, hogy elmegyünk. De ugye ezt nem kaptuk meg, tehát ez egy ilyen gondolatkísérlete jelenleg. Ha mi ott maradtunk volna, akkor a rendőrök felszólíthattak volna minket arra, hogy menjünk el. Mi akkor maradhattunk volna, illetve eltávozhattunk volna. Ha maradhattunk volna, akkor kezdődhetett volna el az eltávolításunk, de akkor sem biztos, hogy be kellett volna minket vinni a fogdába. Elég lett volna mondjuk esetleg minket kirakni oda a sorompó elé, ugye most már ott egy szép nagy kapu van. De a lényeg az, hogy ez még mindig nem tiszta, hogy akkor milyen jogalapon vittek minket onnan el, és egyáltalán miért kellett annyi ideig bent tartani minket a fogdán. Sok szempontból egyeznek azok a megállapítások a mi kifogásainkkal, amit ombudsman úr megtett.
Én azt gondolom, ott bent végigélve ezt a történetet, hogy nem azért voltunk benne olyan sokáig, mert mindössze két ügyvédünk volt, hanem egész egyszerűen egy nagyon hosszadalmas procedúra ment, zajlott ott. Gyakorlatilag ott volt rengeteg aktivista, országgyűlési képviselő, és ez egy olyan folyamat, ahol tényleg minden egyes forintról, ami a zsebünkben van, leltárt vesznek föl, stb. Tehát az ott bizony hajnali kettőre értem én haza. Hajnali kettő? Igen. Macerás dolog ez a hőrizetbevétel ezek szerint. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.